Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Döntött a közgyűlés az elmúlt hónapban a Vörösmarty Mihály könyvtár igazgatói pályázatáról. Egyhangulag hagyták jóvá Búrjánné Tarró Edit Erzsébet pályázatát. Vendégem pedig Búrjánné Tarró Edit, csókolom a kezét és gratulálok. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos, hiszen egy olyan posztot tölt be, amelyet, ha csak visszatekintünk az időben, előtte Koltai Tóth István, Kerekes Lajos, Csitári Gémél, vagy aztán az elmúlt időszakban jó szívvel emlékezhetünk Arató Antalra, Komlósi Józsefre, Magony Imrére nem különben. Eseri Lonkát kihagyta? Eseri Lonkát kihagytam. No, tehát gratulálok. Viszont ahhoz, hogy megtudjuk, hogy milyen út vezetett eddig, azt is tudnunk kell, hogy a hivatásválasztása általában az embernek meghatározó. Ön miként választott hivatást? Hogy indult úgy útnak, hogy aztán történelemkönyvtárszakos pedagógus legyen? Ha egy picit messziről kezdhetem, nem tudom pontosan, hogy mikor voltam először könyvtárban, de az biztos, hogy a későbbi idő az meghatározó volt számomra a könyvtárba járás. Általános iskola alsó tagozatában valamikor, és akkor azt láttam, hogy a könyvtárostól bármit kérdezhetek, ő mindent tud, minden könyvről tud nekem mondani valamit, minden kérdésemre tud könyvet ajánlani, úgyhogy könyvtárban nagyon korán kezdtem el járni, és szerettem ott lenni. Aztán ötödikes koromban elkezdtem történelmet tanulni, és egy nagyszerű történelemtanárt kezdte el ezt az oktatást, akkor meg elkezdtem a történelemmel komolyabban foglalkozni. A gimnáziumban vége felé akkor már tudtam, hogy én történelmet szeretnék tanítani, és kerestem mellé a tárgyat, hogy Szombathelyen a tanárképző főiskolán könyvtár történelem szak mellé mit válasszak, és így gondoltam, hogy magyar az nekem nagyon magas lenne, ha tanítanék, de az úgy klassz gondolat, hogy tanítok történelmet, és mellette az iskolai könyvtárban könyvtáros lennék. Úgyhogy egyszerűen így jött össze a kettő. És az az érdekes, hogy én a főiskolán végig úgy gondoltam, hogy a történelem tanítása lesz a meghatározó a későbbi életemben. Úgy alakult, hogy 84-ben, amikor végeztem, nem volt iskola, ahova kellett volna történelem tanár, és megtaláltam azt a könyvtárat, ahova viszont kerestek egy könyvtárost, a könyvfümi szakszervezeti könyvtárában kezdtem dolgozni, és nagyon rövid idő telt el, amikor rájöttem, hogy a könyvtárban fogom megtalálni azt a hivatást, hogy egyszerre taníthatok történelmet, taníthatok magyart, átadhatom azt a tudást, ismeretet, azt a könyvismeretet, ami bennem van. Ez nagyon-nagyon fontos. A Városi Könyvtárban, a Városi Könyvtár élén töltött csak nem negyed századot mondhatjuk most már, hiszen 93 az akkor volt. És a rendszerváltás után, de előtte is azért számtalan változás történt a könyvtárak szerepében, helyében, az életünkben. A könyvtáros tanító, pedagógus, barát, művelődés szervező, a könyvtáros minden, legalábbis az olvasni vágyó és szerető embereknek, és hála Istennek koroktól függetlenül, nem csak itt Székesfehérváron, hanem mindenütt az egyik legfontosabb intézmény egy kicsiny faluban és egy városban is a könyvtár, ez meggyőződésem. Egyébként örülök, bizonyítható. Örülök, hogyha így gondolja, igen. De mennyit változott az elmúlt években a könyvtár szerepe? Tehát ön végig kísérte ezt a folyamatot, mert változott. Felgyorsult a világ, ezt nem tagadhatjuk. Igen, abban az időben kezdtem el a pályát, amikor sokat olvastak az emberek. Ugye nem kell mondani, a tévécsatornák kevesek voltak, nagyon sok könyvkereskedő, magánkönyvkereskedő volt, akik fölhívták az embereket, lakásukra mentek a könyvesboltok mellett, és bocsánat, ha ezt így mondom, de a szocialista brigád mozgalmat is közvetlen a bőrömön tapasztaltam, hiszen a könyvfőműnek a vállalaton belül is voltak kis lerakatai, könyvtárai, a dolgozók közül választódott ki az az ember, aki tőlünk kivitte a könyvet, és helybe vitte a munkásoknak a könyvet, és láttam, hogy olvasnak. Mi a vállalaton belül az újságba, könyvajánlót
rejtvényt, mindenfélét készítettünk, úgyhogy ez egy nagyon klassz, pezsgő időszak volt, és azt láttuk, hogy a gyerektől a nyugdíjasig mindenki olvas. Megerősíthetem, hiszen az Ikaruszban ugyanígy történt, így van, a Köfénben, ahogy ön is említette, ez mindenhol természetes ez volt, mint ahogy természetes volt a Videóton előtt is, számtalan idős, ma már idős barátom például könyvet árult a gyárkapu előtt, és a termelő üzemekben pedig voltak kicsi könyvtárak. Igen, mindenütt. Igen. Ez volt tényleg a tehát ez volt az ősidő, ahogy kezdte. Mennyit változott az olvasási szokásunk? Ugye esett szó arról, hogy a televízió csatornák növekedésével, méghozzá drasztikus növekedésével, azt hiszem, hogy az olvasás háttérbe szorult, és hát ma már azt mondom, hogy a számítógép megjelenésével és mindennapivá válásában azt kell észleljük, hogy zanzásítva olvasnak. Ezzel hogyan birkózott meg az idők folyamán? Igen, a szabadidő szokásban az olvasás szerepe jóval lecsökkent. Ugye korábban a tévénézés volt az, ami annyira megugrott, hogy kiszorította a könyvet. Most ezek a különböző okos eszközök. Most meg lehet ezt úgy is közelíteni, hogy kárhoztatjuk ezeket az eszközöket, és versenytársként látjuk őket. De úgy is mondhatjuk, hogy nálunk a könyvtárban is vannak e-bookok. Most ha én olvasás párti vagyok, és azt mondom, hogy olvassanak az emberek, akkor nem azt kell néznem, hogy papír alapú könyvet olvasnak, vagy e-bookot olvasnak, mert olvasnak. Viszont ha könyvtárosként nézem, azok az emberek, akik e-bookot olvasnak, azok nem jönnek be a könyvtárba, és nagyon sok ilyen olvasót. De ezt nem lehet nyilván kárhoztatni. Nem, azért mondom, ha én azt mondom, olvassanak az emberek, az ő egészségük látja esetleg hosszabb távon kárát, hogyha azért az e-book olvasó mégsem annyira emberbarát szerintem, mint akár. Én azt tartom, hogy a Gutenberg galaxis örökké él, tehát ez egyértelmű. Másik oldalról szomorúan tapasztalom, hogy mit tudom én, tehát azt mondom, hogy a Swift, Gulliver, akkor nagyon nagy ember, nagyon kicsi, meg még nagyobb emberek közé kerül. Ugye Zanzás itt ez körülbelül ez a történet. De mit tett a könyvtáros ma, mit kell tennie azért, hogy felkeltse az emberek érdeklődését, és betérjenek ugyanúgy a könyvtár, mint évtizedekkel ezelőtt? Betérjenek a könyvtárba, vagy betérjenek olvasni? Először csak menjenek be a könyvtárba, igen, és utána olvassanak, és jöjjenek rá, hogy olvasni jó. Igen, mi is ezt gondoljuk, hogy a két dolog nagyon összefügg. Én abszolút így gondolom, hiszen ahogy elkezdtem dolgozni, annak ellenére, hogy az egy vállalati könyvtár volt, abszolút közművelődési könyvtár volt, és én most is, máig is azt gondolom, hogy ahhoz, hogy be tudjuk hívni az embereket olvasni, ahhoz be kell hívni őket valami miatt. És nagyon jó a író-olvasó találkozóktól elkezdve kiállítás megnyitókig, zenei produkciók bemutatásától nagyon sok minden lehetőségünk van arra, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. Ráadásul azzal, hogy a Vörösmarty Könyvtár ilyen tén központi szerepe megerősödött, nyilvánvaló, és megmaradtak ugyanakkor a Szénatéri, a Zsolt utcai, a Tolnai utcai, és mindenütt, ahogy én elkezdtem, mindenütt barátla lelhet az olvasó és művelődés szervezőre, és egy kicsit ugye az oktatási tevékenységük is, tehát tanácsadó szerepkörbe is be kell, hogy bújjanak. Ezt tapasztalják, érzik? Ez az életünk, ez szóval egy nem változott. Az a baj, hogy keveseknek van már erre szüksége. Sajnos azt vettük észre. Van nagyon nagy hiány. Örömmel látjuk, hogy a gyerekolvasók száma megnőtt. Én a Szénatéren voltam több mint 10 évig. Ott nekem nem azt mondom, hogy minden nap, de behozza a nagymama a gyerekét, mert hogy 50 éves elmúlt már a könyvtár. Jé, itt semmi nem változott, ami egyrészt rossz, mert hát 50 éves bútorok azért még ott vannak a könyvtárban, de öröm az, hogy úgy emlékezett vissza arra a könyvtárra, amiben ő gyerekként járt, hogy utána most ellátogat hozzá az ország más részéről, akár külföldről az unoka, és ő nyáron behozza az unokáját a könyvtárba. Úgyhogy sok kisgyerek van. Nagyon sok késő-középkorú nyugdíjas ember van, akinek ez volt az élete, hogy olvas, és ő már oda jár 30 éve a könyvtárba olvasni. És a kettő között nagy a hiány. Tehát a Tempora Mutantur jegyében
azért még mindig vannak olyanok, akiknek ez egy olyan tevékenység, ami hozzátartozik a mindennapjaikhoz. És itt a felelősségünk, hogy azok a gyerekek, akik örömmel jönnek be a könyvtárba, még nem maguktól, nagyival, szülővel, őket kell megtartanunk. Tehát és belőlük igen, kell hát majd. Adott esetben a gyermek ismét megtanítja a szülőt olvasni. Vegyük úgy, hogy ez is egy cél lehet. Hogy választanak programot? Hiszen itt esett szó arról, én magam is számtalan kiállításon vagyok a Zsolt utcában tegnap például, ugye Izinger Kati arról volt. Beszélt, hogy milyen a modern festményt, hogy kell nézni, de meg annyi kiállítás van az olvasóteremben, a Vörösmarty könyvtár olvasótermében. A Szénatér az, én azt mondom, hogy kultúrközpont maradt továbbra is. Tehát honnét jönnek a gondolatok? Hogy lehet lépést tartani a felgyorsult világgal? Lehet, hogy nem szimpatikus, amit mondok, de ez a könyvtárostól függ. Igen? Igen. Tehát a személyiség függ. Igen, igen. Ha nekünk van ismerősünk, jönnek közösségi szolgálatos diákok, mit csinál? Jönk velük középiskolásokkal. El szoktam mondani, ha baráti körödben, családodban van olyan, aki szeret hímezni, faragni, gyűjt valamit, akkor csináljunk neki kiállítást. Én rendszeresen járok akár a Kézműves Egyesület kiállításaira is, és ott mindig találok valami újat, akit meg lehetne hívni. Most ez a berhidai csontfaragó, akinek a kiállítása ott van a könyvtárban, ez megint egy személyes ismerettségem van. Nehéz azt mondani, hogy mi egy tudatos, csak erre fókuszáló kiállítást tartunk. Én azt gondolom, hogy vegyünk észre minden érdekeset elsősorban a környékünkön, mert hát honnan hozzunk kiállítókat. Ismerettségi körben, most a szakkör, amelyik működik a könyvtárban, majd a záró szakkör kiállítása lesz, szóval egyik így adja a másikát. Tehát nem kell nagyjövő kiállításokra gondolni, én tapasztalom a Szénatéren, hogy jó bemenni, mert a kicsi tárlókban ott mindig van valami. Igen, a igen. Tolnai úton nem különben, hiszen nyilvánvaló, hogy nem egy szokványos kiállított térben igen. kell gondolkodnunk, igen. hanem ami ott elfér, és mégis látványos. Így van. A Tolnai utcában egy jó kapcsolat révén évente többször is egy képes lapkiállítás van. Lehet, hogy náluk lehet azt mondani, hogy tudatosak a kiállítás szervezésben. Azzal, hogy 2013-ban az önkormányzat átvette a Vörösmarty Mihály megyei könyvtár szerepét, illetve a fenntartását, mennyit változott a helyzetük? Elég nehéz év volt. Ugye a Vörösmarty Mihály megyei könyvtár és a városi könyvtár vezetői, akár az intézmény fenntartói részéről már korábban is volt arra szándék, és abszolút logikus, hogy itt van egy város, miért kell két külön fenntartóval működni, hiszen a város polgárai járnak úgy a megyei könyvtárba, mint a városi könyvtárba, úgyhogy ez a szándék már régebb óta megvolt. Ezt most egy törvény tette lehetővé, hogy a két intézmény összevonjon, vagy összevonásra kerüljön, és mi azért aggódtunk egy kicsit, hogy vajon a költségvetés is összeadódik-e majd, hogy a város megtartja-e a korábbi támogatását, ahogy az állam majd fogja támogatni az új hatókörű könyvtárat, és azt látjuk, hogy nemhogy megtartotta a korábbi támogatását, hanem most még többet is ad a könyvtár működésére. Megmaradt szerencsére a tagkönyvtári hálózat, több olyan összevonás volt az országban, ahol ez nem így működött. Itt Székesfehérváron megmaradtak a tagkönyvtárak. Az Entai úti iskolában kellett bezárni egy könyvtárat, de annak se a fenntartó döntése volt az oka, hanem az iskolai tornaterem igen. igényelte igen, ezt, hogy a könyvtár onnan elköltözött. Tudom. No, beszéljünk a kiemelt programokról, hiszen azért Székesfehérvár kulturális élete pezsgő, hála Istennek, és ehhez mindig szervesen kapcsolódnak a könyvtár programjai. Itt van a hétköznapokon is, de most a nagy eseményekről. A Kortárs Művészeti Fesztiválon mindig ott vannak, az Országos Könyvtári Napok az erről szól, a könyvhét az a miénk, nem különben, igen. azt gondolom. Hogyan lehet ezeket úgy színesíteni, hogy az abszolút 21. századi követelményeknek is megfeleljen? Mert azért tényleg változnak az idők.
Ezekben a programokban nem biztos, hogy megfelelünk a 21. századnak. Ezek hagyományos rendezvények. Az ünnepi könyvhét ugye tudjuk, hogy hányadik könyvhetet, és azt úgy egy icipici változással ugyan, de azokat a régi hagyományok szerint tartjuk. A könyvtárakban ez a író-olvasó találkozókat, az idén a Bartók Béla téren próbáltunk kitelepülni, ott is könyvbemutató volt, gyerekfoglalkoztató, gyerekjátszó. Ebben nem tudtunk olyan újdonsággal előrukkolni, de én is azt gondolom, hogy van, aminek őrizzük meg a hagyományát, és az maradjon olyan. Ez így van, rendjén, persze, a tradíció fontos. Milyen elgondolásból pályázott az igazgatói székre? Lezárult az első pályázat, eredménytelenül nem jelentkezett sajnos senki, aki írt pályázatra, se az intézményen belül, se honnan, máshonnan külső pályázó, és nekem volt egy ilyen félig tréfás bemondásom, hogy hát, ha eddig nem akarta senki, nekem még a nyugdíj előtt belefér. De nem gondoltam én ezt annyira komolyan, hogy utána számon kérték rajtam a kollégáim, hogy lassan a második pályázati kiírásnak a határideje is lezárult, és hiába kérdezgettük egymástól, hogy te tudsz valamit, ki senki nem volt, és azt gondoltam, hogy valakinek el kell vállalnia. Ez komoly felelősséget vállalt. Igen, igen. És úgy, hogy én nem voltam olyan vezető beosztásban, hogy sok helyen ugye igazgató helyettes nyugdíjba megy az igazgató, megpályázza, egyik székből, egyik lépcsőről átül a másikba, belső információi nagyon sok mindenről vannak, átmenet az kevésbé zökkenőmentes. Nálunk ez most egy kicsit nehezebbé vált, de nem volt senki. És én tényleg azt mondhatom, szerénytelennek látszom, ha ezt mondom, nagyon sok kollégám biztatott, nyugdíjas könyvtárosok is biztattak, hogy próbáljam meg. Helyesen cselekedett. Köszönöm. Én is ezt mondom, kívülállóként, aki azért abban az értelemben nem fentes, hogy az elmúlt évtizedekben azért sokat járt könyvtárba, és tudom, hogy jól teszi a dolgát, jól teszik a dolgokat. Milyen tervekkel foglalt el az igazgatói pozíciót? Mert nyilván nem alapjaiban kell megreformálni a tevékenységét, viszont nyilván vannak új gondolatai, amit szeretne megvalósítani. Én inkább gyakorlatias szempontból közelítem meg ezt az egészet. Az tény sajnos, hogy a könyvtáros szakma nem rendelkezik most hosszabb távú stratégiával, amiből ki lehetne indulni, és ami kicsit jobban irányítaná a könyvtárakat, hogy mifelé kell elmozdulni. Az, ami általános feladata a könyvtárnak, én abban szeretnék tovább menni, és egy kicsit megvárni azt az időszakot, ami jövő július-augusztus vége után elkezdődhet. Minőségbiztosítással foglalkozunk, jövő májusban be kell adni egy pályázatot, ami hatalmas munka, összefoglalni az elmúlt 3-4 év tevékenységet, egy nagy pályázati anyagot beadni, és utána biztosítani azt a szintet, vagy ha lehet, akkor tovább fejlődni, amit ezzel kapcsolatban elértünk. Jövőre rendezzük meg a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 51. vándorgyűlését, ami azt jelenti, hogy 4-5 napig itt Székesfehérváron 800 / 1000 könyvtáros lesz. Ennek a vándorgyűlésnek a megrendezése hatalmas szakmai feladat. Úgyhogy én azt mondtam a kollégáimnak is így, amikor arról beszélgettünk, hogy van egy olyan pályázatom, ami rövid idő alatt készült el, és én nem láttam túl sok értelmét annak, hogy tudom, hogy mit kellene beleírni a pályázatba, és mifelé mennének el a könyvtárak. De én egy kicsit, ha ezeken a nagy feladatokon leszek túl, akkor próbálok meg inkább az elvekről beszélni. Most azt próbáljuk meg, hogy ebben az új felállásban nagyon sok vezető
váltás történt, nem csak az igazgató, igazgató helyettes lesz új, hanem osztályvezetői szinten, tagkönyvtárvezetői szinten is váltások történtek. Össze kell egy kicsit szoknunk. Itt éppen a váltás a beszámolók, tervek időszakára esik, ezt is meg kell csinálni, és sajnos ez nem enged most nagyobb gondolatokat. Nos, én ehhez kívánok sok-sok pozitív gondolatot, erőt, egészséget nyilvánvaló. Én azt hiszem, hogy ötletekből és tettekből sem lesz hiány, és hogy megerősítessék, hogy olvasni jó. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Borjánnél Taró Edit volt, a Vörös Marti könyvtár új igazgatója. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!